Ádám. Szerusz. Mehetünk? Mehetünk. Ugye te hardware osztály csoportvezetője vagy. Tehát neked tulajdonképpen elég sok között van ahhoz, amit ma autókormányzásnak nevezünk. Hogyan kezdik a ti osztályotokon a termékfejlesztés? Tehát, hogy milyen paraméterekkel kezdődik ez a folyamat, és hogy kell ezt elképzelni? Na most ebből a szempontból egyébként a Tisztán viszonylag egyedi helyzetben van. Én azt nagyon szeretem ebben a cégben, hogy lényegében a teljes fejlesztési folyamatba bele lehet csatlakozni, hogyha valaki itt dolgozik. Ezzel azt értem, hogy egészen onnantól, hogy beérkeznek azok a követelmények, amik alapján kiindulja a fejlesztés, onnantól ez a teljes skálán végig lehet menni. Tehát beérkeznek a követelmények, utána az alapján össze fog állni valamilyen design, amit ugye szeretnénk kifejleszteni, azon design alapján elkészül majd valamilyen hardware terv. Utána ahhoz a hardware tervhez természetesen kapcsolódnak ugye azok a szoftveres megoldások, amik szükségesek, és akkor utána, miután az egész implementáció végbe ment, a másik oldalon természetesen ezeknek a tesztelési folyamata elindul visszafele. Szoftverfejlesztés, vagy a szoftvertesztelés, hardware tesztelés, majd utána system szinten, rendszer szinten ugye ezeket szintén végig kell tesztelni. Milyen a jó kormányhardware fejlesztő? Tehát milyen képességekkel lehet valaki jó kormányhardware fejlesztő? Egyáltalán hogyan kerül be hozzátok valaki? Mi az a bekerülési küszöb, amikor valakiről ti azt gondoljátok, hogy a jó kollega lesz? Általában mondjuk egy elbeszélgetés alapján, hogy nagyon sokat lehet szűrni az emberről. Utána a következő lépésben egy-két provokatívabb, de viszonylag egyszerű feladatot szoktam például feladni. Tudsz erre példát mondani? Mert mi számít provokatív feladatnak? Hát most így konkrétumot szerintem nem érdemes, mert akár mondjuk egy kis programkódról beszélek, vagy, vagy valamilyen olyan hardware-es megoldásnak az elemzéséről, ami mondjuk ott izgalmas tud lenni akár egy interjún, vagy egy ilyen személyes beszélgetésen. És nem is igazán az szokott érdekelni, hogy meg tudja oldani ezt a feladatot, sokkal inkább az, hogy hogyan gondolkodik menet közben. Mivel ugye említettem, hogy a teljes fejlesztési folyamat ugye itt van, és részt lehet benne venni, emiatt ugye egyre inkább részterületekre tagozódnak ugye a munkavégzések. Így mindenképpen szükséges az, hogy jó csapatjátékos legyen, mert napi szinten kell adott esetben tényleg másokkal együttműködni. Mi munkátok állandó tanulással jár? Azt is mondtad, hogy az ideális jelentkező az, aki ilyen probléma megoldó típusú ember, illetve képes az autonóm munkára. De milyen ismérveknek felelnek még meg azok a jelöltek, akikből később jó munkatárs lesz? Én amit nagyon kiemelek, az a tanulási hajlandóság egyébként, tehát az, aminek tényleg mindenképpen meg kell lennie. Én is örültem. Szervusz!